Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Egy hiánypótló könyv van a kezemben, amely adalék és rendkívül fontos Székesfehérvár művelődés története szempontjából is. Székesfehérvár híres tánckutatója Pesovár Ferenc, számtalan könyv, számtalan kép díszíti, és egy fantasztikus összefoglalása annak, amit 1960-tól tulajdonképpen 1983-ig haláláig tett, itt értünk. Vendégem pedig Botos József, Székesfehérvár díszpolgára, Pesovár Ferenc barátja, akinek nagyon sokat köszönhetünk, hiszen méltatlanul elfeledett a Pesovár életmű, és hát ez nem kísérlet, hanem egy teljes körű átfogó elemzés, amely a tevékenységét felidézi Pesovár Ferencnek, és hát te magad, mint a Fejér megyei népi együttes táncosa, majd vezetője, és a legjobb barátja Pesovár Ferencnek nyilván a mélységeket kutattad. Nos, hát azt annyit tudunk mi így visszamenőleg, hogy Pesovár Ferenc Martin György András Farvi Beltalan Foltin Jolán kortársaként nagyon sokat tett, hogy a magyar nyelvterület néptáncait, népzenéit felkutassa. Honnét jött a gondolat, egyáltalán a megismerkedéseknek történetét szeretném kérdezni. Sok szeretettel köszöntöm a televízió nézőket. Igen, hát az én első találkozásom táncosként volt természetesen 1960-as évek elején, és nagy lelkesedéssel jött haza egy erdélyi útjáról, akkor még nem volt néprajzi tanácsadóm, csak ide került a városban, és felkereste az együttest, és bejött a próbára, és megnézte, hogy mit táncolunk. És láttam azt a kifakadását, hogy ezt azonnal hagyjuk abba, és valami egészen más kéne csinálni, és hogy szeretne segíteni ebben. Hát mi, aki Rábai Miklós és az állami népegyüttes bűvkörébe éltünk, valamennyien imádtuk a táncot, amit tanultunk, nem is értettük, hogy miről beszél ő tulajdonképpen, mit akar ez az ember. És akkor mutatott néhány figurát, még csak néztünk, mi ez. Soha életünkben nem látott táncokat mutogat nekünk. És hát 60-as évek nem igazán érett meg még arra, senki ezt a gondolkodásmódot átvegye. Egy pár kísérletet tettünk akkor ugyan a Ásó Pistáék koriban egy alapi táncokat, ahogy már 61-ben, amikor megjelent az Alapi Táncok című kiadványa, az első Fejér megyei kis falunak az összegzését, annak alapján összeállítottunk egy táncot, ezek Ásó Pista állította ezt össze. És el is vittük mi ezt Budapestre az antológiára, mint autentikus táncot, hogy ez az első kísérlet az autentikus táncnak a bemutatására, de senki, ott sem értette senki, miről beszélünk. Nem émi, hát a vezetők nem tudták elfogadtatni igazából. Meg volt, megtapsolták, felmutatták, nálunk is élt egy darabig ez a tánc. Igaz, hogy akkor egy szimfonikus zenekar kísért mellette, egy kórus énekelt mellette, hát ez így együtt nem igazán volt autentikus. De hát akkor mi ezt nem értettük. Mert az állami népegyüttes is kórussal énekelt, nagy zenekarral kísérhette magát, és hát nem jött össze. Később, a 70-es évek 10 évet ugrunk, akkor volt egy aranypáva vetélkedő, amit nemrégiben az M5-ös televízió nagy örömömre felújított és digitalizált, és új formátumban jelentette meg. Akkor a fehérvári lányok ezeket az alapi gyűjtésekből énekeltek, a Vezetőföld gyűjtésben egy csokrot, és olyannyira sikerük lett ezzel a lénekléssel, hogy eljutottak egészen a moszkvai szivárvány versenyig, ahol aztán kiderült, hogy meg is nyerték ezt a versenyt. Táncos lányok énekelték ezt végig. Akkor még nem voltak pávakörök, akkor még csak szóló énekesek voltak, népdaléneklések, akik is több ilyen nóta énekesek voltak. És hát ez is egy kísérlet volt, hogy hát mivel minden megyének kötelező volt valakit elindítani, hát nem volt más, elindítottuk a lányokat. Ők éppen akkor jöttek bele a folklór ismeretébe, ezeknek a daloknak az ismeretanyagába, tanítottuk sorba ezeket a dalokat tájegység szerint, és akkor ők ezt, jó kedvele fiatalok,
elénekelték, meg lehetett nézni az M5-ön nemrégiben a televízióban, óriási volt az akkoriban. Akkor tűnt fel a Sebő ebben a műsorban, akkor tűnt fel ebben a műsorban a Halmos Béla, és hasonlóan akkor indult meg valamit, egy kicsit a táncháznak előszele is volt ez. Táncház mozgalomnak. És akkor egyszer csak meglepődtünk, hogy Igor Mojszev és Golovanov, a nagy tánc segédje, jön el Székesfehérvárra átadni egy nagy díjat, 1976-ban a Szovjetunióban is, mire végigmentek a régiókba, ugye eltelt jó egy nány esztendő, mert 73-ban indult ez a vetélke, és 76-ra lett vége. És akkor, hát egyszerűen, hogy nyertek a lányok egy aranypálba, vagy a szivárványdíjat, nemzetközi dalversenynek a szivárványdíjat. Akkor lehetett látni ezeket az abházi öregeket. Na, nagyon színvonalasna volt ez a műsor egyébként. És hát nagyon meglepett. Akkor kerültem már behivatásos művészeti vezetőként, már addig én csak mellékállású voltam. No, és akkor ezt a Pesovár Feri állította össze ennek a dalcsokrát. Ez egy nagy áttörés volt azért? Ez kifejezetten mezőföldi, kifejezetten elsősorban alapítáncoknak a anyagából lett összeállítva ezek a dallamok, de hát akkoriban ez mind ismeretlen volt. Akkor azt még senki nem ismerte, az egészen meglepő volt, hogy a lányok, hát persze nagyon szép éneklő lányok voltak akkor, akik ez. De ugye az alap volt az alap, ha úgy tetszik, az alapítáncok táncmonográfiája. Igen, és akkor utána jött Dunántúl, és szépen sorban minden. Az alapi koreográfia. És Mezőföld. Tehát a Mezőföld az a Pesovár Ferenc pályafutásában egy rendkívül fontos szerepet játszott. Persze kiterjesztette az egész Kárpát-medencére a végén, de a Mezőföld volt az alap. Amikor arról beszélünk, hogy Fejér és Somogy megye népi táncait kutatta, rögzítette a vonatkozó ismereteket, ez mennyit segített egyébként itt az együttesnek? Hát a nekünk, ugye néprajzi tanácsadónk volt a 70-es évektől körülbelül, és a dalokat, amikor kiválogatok, egy koreográfusra kiválasztva, milyen táncot szeretne, vagy ehhez szeretne táncanyagot kapni, mondjuk erre filmanyagot kapni, akkor a Feri mindig ezeket hozta, a Zenetudományi Intézetből, és vagy segített a dalok kiválogatásában. Mondjuk, hogy mit táncoljunk, milyen koreográfia legyen, az nem. De ha valakinek volt igénye, hogy ehhez az a szükségem, akkor ő ezt elmesélte, vagy lehozta, vagy odaadta. És ha ott volt a próbateremben, emlékszem rá az összes, hát hogy tulajdonképpen minden próbán ott volt, hát hogy regény ember volt, ráért. Esténként azzal mulatt el az időt, hogy megvacsorázott, átjött a próbára, leült oda, és akkor ott nézte, hogy mit csinálunk. És akkor úgy mindmögött megyünk oda, Feri, jó lesz ez így? Jó. Ha nem szólt semmit, akkor rendben voltunk. Ez szigorú volt? Szigorú volt ilyen volt nekünk, tulajdonképpen nagyon megnyugtató volt, mert nagyot nem hibázhattunk természetesen akkor már. Aztán néha hát, hogy felállt, ezt így kellett csinálni, és akkor ez a döbbentő, és akkor nagy vehemenciával kitűnő táncos volt, és nagyon-nagyon jó előadó művész, ha úgy tetszik, hivatásos táncos is volt egy évig, és ő remekül tudott táncolni, és amikor bemutatott valamit, oda kellett figyelni. Nagyon fontos kérdés, hogy a gyűjtemények, helytörténeti gyűjtemények megszervezésén túl azért számos fontos témakörben otthon volt, hiszen a pásztorművészet, fazekasság, késes mesterség, neki köszönhetjük a farsangi tiszkverőzést, ugyebár a húsvéti sibálást, a jubemérés szükségességét, szokáskörét, és emellett pedig a táncokat. Egy valamiről kell, hogy ezt nagyon szerettem volna megkérdezni tőled, hiszen az elsők között szembesültél vele a juhait kereső pásztor története, hiszen ez egy legenda. Igen. Hát ugye ő mindig már az egyetem elvégzése után, amikor megkérdezte az egyetemi tanára, hogy ki mivel akar foglalkozni, ha befejezte én. Hát én egy kis városkába, vagy faluba szeretnék néprajzos lenni, és kutatni a táncait ott a környéken. Hűmögött a professzor úr, ezt András Fajú Berci írásaiból tudom. Hát,
nem túl gazdag elképzeléshez. Hát sajnálta egy kicsit a Feride professzor úr, hogy csak ilyen szegényes kívánsága van, hogy hát csak a táncokat akarja gyűjteni. Egyébként azt amellett, ide került a múzeumba, természetesen a fő feladata elsősorban nem a táncok kutatás volt, az is természetesen, de a kismesterségek, a népszokások, a különböző tárgyeszközök gyűjtése, begyűjtése, rengeteg eszköz, talán a legtöbb tárgyat ő szerezte a múzeum számára, és ezeknek a beszerzése és kiállítás megszervezése, ezeknek a bemutatása volt a feladata, amiből jó egy nyájat meg is csinált. Amikor a táncdialektusokról beszélünk, akkor mennyire fontos volt számára Dunántúl? Hiszen nagyon jól tudjuk, hogy ez volt az alap. Így nem szerintem, hogy a Dunántúl lett volna, hogy ez lett. A táncdialektusoknak a miben lét egyáltalán az a fajta, hogy léteznek ilyenek. Ugye, hogy a nyelvi dialektusok léteznek, zenei dialektusok, úgy a táncdialektusok is léteznek. És amikor Martin Jorka megcsinálta ezt a Magyar Tánctípusok és Táncdialektusok című kiadványát, ez volt neki a szakdolgozata, akkor már mindenkinek egyfajta bibliája volt, hogy így, hogy ne, ez fontos, ez egyformán fontos volt az egész, határon túliakat is beleírta, a magyar nyelvterület egésze volt, dialektusokra osztva, Dunántúlon mintegy 8, az Alföldön mintegy 5, Erdélyben mintegy 9, ilyen dialektusra van tagolva, ez az egész kárpát-medencei magyar néptánckincs, és ő ezekbe helyezte bele, ebbe volt fontos, hogy akkor melyik tánctípusok uralkodtak, milyen történelmi hatásokra, és mi befolyásolták a migrációk egyébként, hogy befolyásolták egyet a táncdialektusnak az alakulását, hogy a vallás hogy alakította, hogy a török hódoltság hogy alakította, és ezt így egységes szemléletbe kellett ezt nézni. Tehát a táncrendezési szokásokat, a táncéletet minden mozzanatra figyelt. Igen, igen. Melyek voltak az áttörések ezen túl, hiszen az alapi táncokról beszéltünk, a jó étkereső pásztorról, nem különben? Na most hiszen... a jó étkereső pásztorról annyit, hogy ugye erről nyilván tanult az egyetemen, de Magyarországon nem volt ismert, hogy ilyen létezik. Ez a Balkánon, és valami egészen a római birodalomig visszavezetve, az ókorig visszavezetve, görög birodalomtól mondjuk pontosabban, meg lehet találni ezeket a mitoszokat, ezeket a mondákat, hogy a pásztor ünnepeken hogyan veszik fel fordítva ezeket a mondákat, micsoda. Ott nem arról van szó, mint itt a játékban, hogy a pásztor elveszt, leány elvesztette. Ott a pásztor elrabolták a kecskét, a rablók. És hát ott már azt hiszem Vergiliusnak az ötödik eposzában van egy ilyen mondat ebben, hogy csak táncolj, a pásztornak mondja, és Alfabóceusz, igen, ez a neve. És ez a játékforma, ami egészen jött nyugatra a Római Birodalom terjeszkedésével, maradt meg elsősorban a Balkánon, a Romániában nagyon sok változat, Bulgáriában is, és néhány eleme átkerült valószínűleg valami migráció kapcsán az egész kapcsolódás. Tehát egyébként valamennyi táncunkat vissza lehet vezetni az ugrostól, az ügyességi táncoktól egészen az ókorig, és akar az a folyamat, ahogy ezek változtak, fejlődtek. És ennek egy változatát először megtalálta a Perkátán, aztán megtalálta a Vas megyei Oladon, aztán megtaláltam Mérán, ugye a Erdélyben, és számtalan, sőt a Szatmárban is egy változatát. Nek van egy hangszeres változat elsősorban, arról ismert, a zenész cigányokat, ezek mind-mind ismernek egy változatát, ennek a fajta jó egykereső pásztornak, egy lassú, keserves síró, és utána egy friss dallammal játszik, és ez mindenütt ismert. És aztán a végén, ahogy ez a, mint a mese, ahogy ezek a mondák, mitoszok változnak a szövegeiben, hogy modernizálódnak a szövegek, mindig beépül valami az újkornak megfelelően. A végén már nem csak úgy tűnik el, hogy elkoborolt, hanem már repülőre ült, meg nem tudom, a mai korban már így is mondják a mondók. Na most ez egy régi ilyen történet, ami aztán végén a lakodalmi mulatságoknak a végén szórakoztató eleme volt a lakodalmaknak. Miként lehetett ezeket a táncokat használni, tehát koreografálni belőlük olyan táncokat, ami aztán a nyilvánosság elé került? Hát ehhez jó kis fantázia kellett, mert a
cselekmény, a téma nem túl nagy. Na most itt kellett a koreográfusnak az a fajta ötlete, az a fajta fantáziája, amit hát Galber Attila is, Ottobágyi Pist is nagyon szépen megfogtak, ők foglalkoztak ezeknek a táncoknak a bemutatásával elsősorban, és egy nagyon ötletes, nagyon szellemes koreográfiákat állítottak ebből össze, és láttatni, megismertetni a közönséggel ezt a fajta változatot, mert hogy natur eljátszani, vagy elmondani, az nem egy szórakoztató, ahogy tetszik, színpadra nehezen lehet interpretálni, ezt csak fantáziával lehet úgy föltenni, hogy a mai kor embere ezt már úgy értelmezze. Mikor fogalmazódott meg az a gondolat benned, hogy ezt a monográfiát összeállítsd, hiszen 30 esztendő egy emberöltőnyi távolság választ el bennünket, ugye a halála után most már 36 esztendeje, és viszont 30 évig foglalkozott, 53-tól haláláig 83-ig ezzel a bűvös néptánccal, amiért mindent megtett. Tehát jött egy gondolat, és azt hiszem, hogy tehát megvan itt ez a nagyívű történet, hiszen az életút mellett a Székesfehérvár és Fejér megye munkái, mint a Népi Együttes néprajzi tanácsadója, és így szépen sorban tovább. Hogy lehetett összegyűjteni, hiszen rendkívül széles ez az életmű? Hát ugye Feri hozta ezeket a gyűjtéseket, egészen az egész Kárpát-medencéből. Miután akármilyen táncot találtunk ki, bármilyet, a cselekményt mi találtuk, azt, hogy miből, melyik tájegységből akartunk táncot csinálni, az mindig a ránk bízta, és nem is szólt ebbe bele. És csak hozta az anyagokat hozzá. Ez tulajdonképpen ők ez a gyűjtőcsoport azt csinálta ezzel a táncokkal és a zenékkel, amit Bartók vagykodájtett a népzenével. Tehát úgy szedte össze, és úgy publikálták őket, hogy ez mind hasznosítani tudják a mai koreográfusok, vagy mai felhasználók, színpadra alkalmazó bárki. Tehát nyilvánvaló, hogy itt mondom, az életmű megvan. És mi az utóélete? Az alapítvány az van. Azt nagyon is jól tudjuk. Viszont bármennyire is működik továbbra is az ő emléke, Székesfehérváron legalább, én azt gondolom, hogy nagyon keveset fogalmaztunk meg, foglalkoztunk vele az elmúlt időszakban. Tehát ez egy hiánypótló kötet, még egyszer mondom. Hát igen, amikor láttam ezt a emlékműavatását, láttam a különböző népdalversenyek bemutatóit, vagy bármilyen esemény kapcsán szóba kerül a neve, én azt látom, hogy itt mindenki, hát igen, keveset tud, keveset mondani Pesavár Ferencről. Én arra gondoltam, hogy csinálok egy olyan összegzést, ahol nem csak az életútját, hogy mikor született, hol született, hogy gyűjtött Fejér megyében, hanem azokat a dolgokat, hogy miket írt ő, milyen publikációk voltak, miket írtak róla, hogy milyen gyűjtései voltak, hogy a legtöbbet Martin Györgyelők gyűjtötték a Kárpát-medencébe, 164 helyszínre, 1952 óta, ezt a legtöbbet gyalogosan, hát 50-es években nem igazán volt busz, meg autója, meg senkinek, tehát ezt azért elég problémás szénakazalba aludtak például ahhoz, hogy vagy hogyan tudták táncra bírni azokat a paraszt embereket, akik az 50-es években mindenki a végrehajtót várta, meglátta ezeket a pesti embereket, úgymond öltönybe, és akkor megjelennek a faluba, azok meg fáradtan leszállnak a szekérről, és azokat meg kellett táncoltatni. Hát ez nem kis rábeszélő képesség kellett ehhez, hogy táncra bírja ezeket a megfáradt embereket, és ráadásul idegenek, hát jöttek ezek, a jött mentek, miért táncoljak én nekik, ugye? Mire ők ezt meggyőzték őket, hogy miért táncoljak, és mindenki. Aztán a későbbek során emlékszem, mikor már én sokkal később kapcsolódtam a gyűjtésekhez, és mentem velük, hogy ismerték, hogy örültek nekik. Hogy a cigányok is például
itt van a Martin Gyurka meg a Feri, jaj, de örülünk nektek, és már rögtön táncra perdültek örömükbe, a kamera meg ott volt a kocsiba, és akkor nem tudtuk fölvenni azt a hirtelen rögtönzött örömtáncot. Nagyon szép emlékeim vannak ezekről a gyűjtésekről. Tehát ezek egy hős korszak volt, és akkor eszükbe jutott, hogy ezt meg kell csinálni, mert fontos, senki nem hitte, hogy fontos. Még a professzoraik sem. Ők hittek benne, és úgy is jött Fehérvárra. Vagy Fehérvár, Fehérfolt, Fehér megye, Fehérfolt, mondják ugye az irományban a néprajzosok. Igen, a puszták népe, amit Illyés Gyula leírt. Ez valóban a Gyöngyösbokrét a mozgalomban nem vehetett részt, mert nem válogatták be, mert nagyon szegényes viselete volt, mert nem igazán volt mutatós. Egy kalocsai, egy sárközi, egy matyó, egy kalotaszegi, természetesen látványosra volt. Ezek még abban a szegényes ruhácskájukban táncolták. Európa legrégebbi kulturális örökségét őrzi a mezőföld. Hát mindazok a páros táncok, mindazok az eszközös táncok, akár a fején az üveggel, akár a földre helyezett botokkal való táncolás, vagy a kendő tánca, vagy a juhait kereső pásztor, ezek a legősibb kultúrái az európai népeknek. Ez már csak itt maradt meg ezekben a változatban, hogy párosan, hogy csillagban, hogy körben táncolják. Ezeket a korebeli Behám képeken, vagy Algredéver képeken lehet látni a Grieg Múzeumban, a Európa Múzeumban. Mi van? Úgyhogy ma már tudjuk, hogy milyen fontos. Nagyon fontos kérdés az is, hogy megjelent ez a kötet, rendben van, viszont megmaradnak-e azok a táncok, születnek-e olyan koreográfiák, amelyek az ő kutatásaira épülnek ma? Hát eleve abból él a szakma. Eleve ma, amit a színpadon látunk, az ugyan a fiatalok gondolásai szerint interpretek rakják fel a színpadra, ki mit lát ebbe szépnek, ki mit akar láttatni koreográfiában. Az az igazság, hogy egy kicsit sokkal tempósabb, ahogy az életünk felgyorsult, úgy gyorsultak a tempók, és ilyen tempókban, ami ma a színpadon látható, soha az életben parasztember nem táncolt, ilyen őrült ritmusban, ilyen hatalmas dinamikával, ahogy ma már ezt a fiatalok táncolják, de hát ez már egy külön néptánc művészet lett ebből, hogy ugye ezeket a mozdulatelemeket most már ők olyan szintre fejlesztették, hogy de hát ez az alapja, a szakma ismeretet azt ők adták meg, a tájegységek ismeretét ők adták meg, a zene ismereteket ők adták meg, tehát a szabályt, hogy mi ennek a tájegységét nem kever a másikkal, ezt a tánctípust nem kever a másikkal, de ezek már szakmai tudáson alapulnak. Ezt ma már szerencsére mindenki megtanult ebbe a szakmába, mert hát annélkül nem érve. Hála Istennek, én köszönöm szépen, köszönöm mindannyiunk nevében ezt a kötetet, és visszaemlékezésekből hadd idézzek. 1983. február 27-én vasárnap Takács Imre költő búcsúzott versben és egy felhívással, hogy kedves fiúk és lányok, Pesovár Ferenc, aki szeretett titeket, és akit ti is szerettetek, meghalt, arra kérlek benneteket, hogy egy förgeteges legényes csináljatok, utána pedig énekeljétek el az ő nótáját, és emellett pedig megírta ezt a verset, egy rövid részletet mindannyiunknak okulásul. Halottak sétaútja a címe, részlet. Látott-e királyi város valaha ennyi szép lányt, ennyi szép fiút, és hallott-e ilyen legelő felől bejött zenét? Magyarország és Erdély, Európa balkáni lepényúlványai, kunyerálhatnák innen ritmusaikat, Bartók dallamait. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Én is köszönöm. Kedves nézőink, Botos József könyvéről beszélgettünk, most jelent meg, Székesfehérvár híres tánckutatója Pesovár Ferenc emlékére, amely egy nagyon-nagyon fontos adalék Székesfehérvár művelődés történetéhez. Ha tehetik, keressék ezt a könyvet, megéri. Köszönöm szépen a figyelmüket, minden jót mindnyájuknak, viszontlátásra!